A Medián legfrissebb felmérése azt mutatja, hogy a választások óta a Mi Hazánk Mozgalom és a fidesz KDMP erősödött a legtöbbet. A választani tudok 57%-a voksolna a fidesz kdmp re a Mi Hazánk Mozgalom 9%-on A Medián felmérése szerint ezzel, ha csak szűk különbséggel is, de a legerősebb ellenzéki pártnak tekinthető Torockai Lászlóék mozgalma. Dúró Dóra, Dóra Barna következő vendége. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, jó reggelt, kívánok. kívánok. a reggelt kívánok. országgyűlési képviselő. Mi a titkuk? Friss új párt mondhatnánk, és lám! Valóban 2018-ban alakultunk az Ásotthalmi pusztában egy sátorban, ahol az alakulás előtt Torockai László azt mondta, hogy vagy szalonnát sütünk, vagy pártot alapítunk. olyan jól sikerült, hogy már a legerősebb ellenzéki párt lettünk valóban. A titok azt hiszem, hogy a hitelesség és a világos program. A mi hazánk mindig is az magyar emberekkel, Magyarországgal, a magyar nemzet ügyeivel foglalkozott, és nem mentünk bele különböző hatalmi játszmákba, a sárdobálásra, ami mondjuk a balliberális ellenzéket jellemzi egy tegnapi parlamenti vitában is. Például az általuk kezdeményezett népszavazással kapcsolatban sem volt egységes az álláspontjuk, ami egészen megmosolyogtató, úgy gondolom. Tehát nekünk egy világos program, programunk volt, és a magyarság nemzetstratégiai kérdéseivel foglalkozunk. Például a demográfiai helyzetünkkel, amely most újra egy leszálló ágba került, hiszen sok évnyi termékenység javulást követően a legfrissebb számok azt azt mutatják, hogy ismét csökken a termékenység Magyarországon, ami óriási probléma. Ez alapján nem is fogjuk elérni azt a célt, amit még Orbán Viktor tűzött ki 2030-ra, hogy akkor érjük el, hogy 2,1 gyermek jusson átlagosan egy magyar édesanyára. Várjuk még meg a 2030. -t. De most már most visszafordult a tendencia uh -huh. sajnos, és a magyarság legnagyobb problémája ez a demográfiai vészkorszak, ami már 1980 óta tart. És az új kormány összetételének a minisztériumoknak éppen ma lesz a vitája az országgyűlésben, és azt látjuk, hogy. a a családügyi minisztérium, ami eddig Novák Katalin vezetésével működött, az most már meg fog szűnni, és sem a család, sem az oktatás, sem az egészségügy, még csak szó szintjén sem szerepel a minisztériumok felsorolásában, ami elég aggályos. De hát a kormány működésében ott vannak. Hát most a valaki miniszteri székben igazgatja mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást, Hát az az értékéből nem volna, vagy önök szerint igen, hogy államtitkári szinten történik a vezetése? Az egy értékválasztás a kormány részéről, illetve a kormány fő részéről, hogy melyek azok a területek, amelyek önálló minisztériumot kapnak. És nem szakmai vagy értékrendi szempontok azok, amik érvényesülnek, hiszen hogyha továbbra is fontosnak tartaná a család intézményét például a kormány, akkor továbbra is megmaradna a családügyi minisztérium. Amikor Novák Katalin miniszter lett, akkor azzal érveltek, hogy ezt a területet annyira Fontosnak tartják, hogy külön minisztérium felszunk. De hát a nélküli a nélküli nem volt családügyi minisztérium. De hát a miniszteri tisztség az megvolt, uh -huh. most már ez nem, nem lesz meg az új kormányban. Ugyanígy az oktatás kérdése. Látjuk azt, hogy pedagógusok sztrájkolnak, követeléseik vannak a kormány irányába, amelyek meg, meg kell jegyezni, hogy jogosak. Tehát a mi hazánk mozgalom szerint az oktatás is egy kiemelt nemzeti stratégiai uh -huh. ágazat, amelyben fejlesztésekre lenne szükség. De általában az állami dolgozók egészét Hogyha megnézzük, nem tudunk olyan területet mondani, ahol ne lenne egyrészt létszámhiány, másrészt alulfizetettség. Az oktatást említettem, de ott vannak az ápolók, akik szintén rendkívül alacsony bért keresnek, a szociális dolgozók, a rendvédelem is létszámhiányjal küzdik, a honvédelem szintén, tehát nem a közigazgatási dolgozók. Tehát azt látjuk, hogy az állami szféra teljes egészében létszámhiány és alulfizetettség a jellemző. Ehhez képest most a belügyminisztérium alá vonják be még az oktatást és a közoktatást is, ami egészen furcsa megoldás. Mégis akkor a pedagógusok béremelésében, azt, azt, nem lehet eltelt, egészségügyben dolgozók béremelése, vagy a családtámogatási rendszer évek óta visszatekintünk, az, az nem, azzal nem foglalkoznak? De természetesen, és azt el kell ismerni, és mindig is elismertük, hogy történtek pozitív intézkedések, például a családpolitika területén. Én magam mindegyiket jó szíven megszavaztam, mert valóban ez a mi hazánk szerint a nemzet érdeke számít. Tehát, hogyha van egy jó javaslat a kormánynak, akkor mi ezt nem fogjuk zsigerből ellenezni, csak azért, hogy el ellent mondjunk a kormánynak, de azért nem nyugtathatjuk meg a lelkiismeretünket azzal, hogy mi mindent megtettünk, mi hoztunk pozitív intézkedéseket, de uh -huh. hát nem született elég gyermek így sem, nekünk meg kell oldani ezt a problémát, és nem dőlhetünk hátra attól, hogy történtek pozitív intézkedések. Ha az eredmények azt mutatják, hogy ez elegendő, akkor Aha. elegendő, de hogyha az eredmények azt mutatják, hogy további intézkedésekre van szükség, akkor ezeket meg kell hozni. A miniszterelnök megválasztásán önök, bár pártelnök, torockai elnök úgy mondta, hogy nemmel fognak szavazni. Az, hogy a többi ellenzéki párt háromról van szó, szóval meg ki is vonult, tehát nem is vett részt, ez nyilván nem az ön kérdése lesz. Azt mondták, hogy az elmúlt 12 évben látszat intézkedéseket. De én csak három dolgot vennék ide. 2013-ban majdnem 1247 milliárd forintot vállalt át az, a, az a ország például az önkormányzatok adósságából. Tehát a 223 településből 94-nek 1 milliárd forint fölött volt az adóssága. Akkor a családtámogatási rendszer, vagy SZIA visszatérítés, de sorolhatnám, de nem akarom elvenni az önkenyerét, akkor ez ez, 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 hova helyezhető el? Két, Mert látszatintézkedés. Két ágazatot emelnék ki, ami mutatja azt, hogy a kormányzat nem lépett ki abból a paradigmából, ami egyébként az elmúlt 30 évet jellemzi Magyarországon. Az egyik, hogy most, amikor háború van Ukrajnában, és az élelmiszer ellátás veszélybe kerülhet, a kormány most kap észbe, hogy az élelmiszer önellátását Magyarországnak meg kell teremteni, és igyekeznünk kell az alapvető élelmiszereket Magyarországon Magyarországon megtermelni. Mi ezt évek óta mondjuk, hogy erre szükség lett volna, és erre nem csak akkor, és nem csak azért van szükség, mert háború van a szomszédos országban, hanem ez egy alapelv kellene, hogy legyen, hogy a magyar emberek biztonságát, Magyarország szuverenitását így ilyen módon is biztosítsuk. Erre meg lett volna a kormánynak az elmúlt 12 évben is a lehetősége, Mégsem történt meg a magyar tulajdonú élelmiszeriparnak a feltalpraállítása, amely arra épülne, hogy a helyben megtermelt élelmiszert helyben feldolgozzák, és ezek így kerülnek az emberek asztalára, a családok asztalára. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Most már, hogy háború van a szomszédban és élelmiszerellátási problémák lehetnek Magyarországon is, a közeljövőben, most már a kormány észbe kapott, de az elmúlt 12 évben a tekintetben nem történt. Én azért a magyar mező a gazdaságot és a gazdákat azért nem engedném el így. Nagy István agrárminiszter, de nagyon sokat beszélgettünk már évekkel ezelőtt, hogy akkor már mindig figyelt arra, hogy maradjon itthon olyan termény, ami, ami elegendő Magyarország ellátásához. Tehát ez az évek óta halljuk ezt, hogy álljon meg, azért ne védjünk ki annyi gabonát, maradjon itthon, hál' Istennek ez még ideig ment is. A szakértők egyetértenek abban, hogy Magyarország nagyjából 20 millió ember élelmezését meg tudná termelni, tehát ilyen értelemben ebben mi 10 millióan bőven beleférünk. Másrészt azért látni kell, hogy a mezőgazdaságban jelentős földtulajdonokat szereztek egyrészt külföldiek, másrészt oligarchák kezében vannak földterületek, és sok esetben a családi gazdálkodók ennek a hátrányát szenvedik meg, és kiszorultak erről a területről. A külföldiek földszerzésében most nem menjünk be, mert az egy külön beszélgetést érdemelne. Hogyan látja egyébként a Medián közvéleménykutatás alapján, mivel kezdtük is a beszélgetést, hogy az Önök pártja a legnépszerűbb. Átrajzolódott az ellenzék? Mindenképpen megtörtént egy változás, és hogyha mondjuk ez a közvéleménykutatás a választás előtt jött volna ki, akkor a mi hazánknak most nagyobb frakciója is lenne. Azt azért látni kell, hogy Magyarországon a közvéleménykutatók mindegyike én úgy gondolom, hogy tudatosan alul mérte a mi hazánkat a választás előtt, és egyik sem jelezte azt előre. Hogy bekerülünk az országgyűlésbe. Uh -huh. Ezáltal nagyon sok szavazatot elveszítettünk, hiszen sokan taktikai okokból azt gondolva, hogy elveszik a ránk adott szavazat, más oldalra szavaztak, vagy a Fideszre, vagy a balliberális tömbre. Hogyha ezt tudták volna az emberek a választás előtt, hogy nem elvesző szavazat a mi hazánkra szavazni, akkor már most nagyobb támogatottságunk lenne. De eső után köpönyeg nyilván. Ugyanakkor arra felszeretném hívni a figyelmet, hogy a közvéleménykutatók Magyarországon inkább közvélemény befolyásolóként lépnek fel, és igyekeznek alakítani az erőviszonyokat. Most már egy olyan ö, nagy erősödésem ment keresztül a mi hazánk, uh -huh. hogy ezt nem tudják elvitatni még ők sem. Kíváncsi vagyok, a közvéleménykutatók mit szólnának ehhez, de nincsenek itt, én meg nem vettem át az ő feladatukat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.